Urunk Jézus Krisztus, azt olvassuk az igében, hogy amikor emberi testben itt jártál ezen a földön, gyógyítottál mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget. Olyan sokféle betegség és erőtlenség gyötör minket is, és pusztít körülöttünk. Mutasd meg a te gyógyító hatalmadat ma is. És azt is olvassuk, hogy te könyörületességgel indultál mindig, amikor embereket láttál, mert láttad, hogy hogy el vannak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Sok minden meggyötör minket is. Légy irgalmas nekünk. Könyörületesen tekints rájánk most is, és úgy szólíts meg minket. Hadd kiáltsunk hozzád most betegeink között, különösen is két férfi testvérünkért, akik súlyos fájdalmak között, nagy bizonytalanságban vannak kórházban. Légy az ő gyógyítójuk. És hadd könyörögjünk ma este, külön is azokért az ifjú testvéreinkért, akiket a te nyájadhoz bojtároknak hívtál el, add nékik a te pásztori lelkedet. És add mindannyiunknak a te pásztori szeretetedet, hogy a magunk kicsi nyájában hűségesek lehessünk. Amen. Vannak még itt ürességek, nyugodtan tessék előrejönni. Itt is van, ott is van. Ott is van Püsta bácsi előtt. És hadd kérjem a hátulállókat, hogy súgják meg azoknak, akik később jönnek, hogy az irodában is van 30 üres ülőhely, úgyhogy aki fáradt, az inkább foglaljon helyet. Mai igénket a Máté evangélium a 9. részéből olvasom, 9. rész 35-től 38-ig terjedő verseiből. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között. Amikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Akkor ezt mondta az ő tanítványaim. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Aki ma is járja a városokat és a falvakat, aki nyitott szemmel nézi a televíziót és olvassa az újságot, aki járja a még mindig sokfelé található nedves szuterén lakásokat, és a sokszor nagyon szépen berendezett új lakásokat, kórházakat és gyülekezeteket, az ma is azt látja, hogy mindenféle betegség és mindenféle erőtlenség pusztít közöttünk. És akinek van szíve, az kénytelen észrevenni, hogy ma is a sokaság el van gyötörve és szétszólva. Legfőjebb más miatt van elgyötörve, mint Jézus idejében. Akkor elsősorban a szegénység miatt, ma is a világ nagy részén még a szegénység és éhség miatt, de a világ másik részén a jó mód miatt van lelkileg megnyomorodva és elgyötörve. Akkor egy sor olyan betegséggel álltak szemben, amit nem tudtak gyógyítani, ma egy sor újfajta betegség jelentkezik, amelyikkel szemben épp olyan tehetetlenek vagyunk, mint akkor. És akinek nyitva van a szeme, az látja, hogy ma is nagyon sokan olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok. Sokszor a tulajdon gyerekeink, vagy idős szüleink, vagy mi magunk is ilyennek érezzük magunkat. Lelki gondozók, az emberi lélekkel foglalkozók tudják, hogy fiatalok és idősek egyaránt,
haszontalan arról panaszkodnak, hogy pásztor nélkül való jogok. Nem így fogalmazzák, a legritkább esetben így, de ez a tartalma. Jaj, de nagy szükség van ma is arra a könyörületre, amiről itt Jézus szól. De nagyon kellenek olyanok, akik érdek nélkül, türelmesen, szeretettel meghallgatják a másikat. De nagyon kell az evangéliumnak a tiszta és erővel teli hirdetése. Szabadulásra és gyógyulásra válnak ezek az emberek. Kellenek olyanok, akik tudják mondani meggyőződéssel és meggyőzően, hogy minden ellenkező látszat ellenére van értelme az életnek, és meg tudják mondani azt is, hogy mi az értelme. Kellenek, akik tudják hirdetni azt, hogy lehet folytatni, hogy érdemes folytatni, hogy lehet másként élni, hogy lehet egyáltalán élni. Akik az életnek a beszédét tudják hirdetni. És hogyha valaki megtanul így élni, akkor tud majd meghalni is, és a halál is más jelent számára, mint ehhez. Az igazság az, hogy alig vannak olyanok, akik ezt így hirdetik. Kevesen vannak, akik magyarázzák, de igen kevesen vannak, akik sugározzák. Márpedig az embereknek nem magyarázatra van szükség, és nem jó tanácsa, hanem szabadulása, erőre, reménységre, hitre, bocsánatra, életre. Jézus Krisztus ilyen volt. Ő róla még az ellenfelei is megállapították, hogy nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma. Az ő szavában erő volt, és belőle sugárzott az erő és a szeretet. A vérfolyásos asszony így gyógyult meg, lopva, és csak az Úr vette észre, hogy erő állt ki belőle. És ő azt ígérte, hogy adja azoknak, akiket elküld az ő szolgálatába ezt a hatalmat. Az apostoloknak is hatalmat adott, és ők utána küldtek őket. És azzal az ígérettel bocsátotta úgy jön őket, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. A Krisztusról szóló bizonyságtételt azóta is ezzel a hittel és vakmerő reménnyel hirdethetjük. Tehát ma is nagy szükség van ezekre a Jézusi erőkre és áldásokra. Ma is kevesen vannak, akik végzik ezt a szolgálatot, akkor mit tehetünk? Ezt mondja itt meg Jézus ebben az igében. Kérjétek az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Néhány évvel ezelőtt annak a kis közösségnek, amelyik ebben a gyülekezetben időről időre összejön, a gyülekezet dolgaiért imádkozni, Isten különösen a szívére helyezte ezt a könyörgést. És elkezdtek néhányan komolyan imádkozni azért, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És ennek két következménye lett. Az egyik az, hogy támadtak olyanok itt a testvérek között, akik megkérdezték, hogy Uram, mit tehetnék én a te ügyedért. És megtalálták a maguk szolgálatát itt a gyülekezetben, úgy mellékállásban. És a másik eredménye az lett, hogy támadtak olyanok, akik főfoglalkozásként, teljes munkaidővel készek vállalni ezt a szolgálatot. 4 évvel ezelőtt 2 jelentkeztek innen teológiára, 2 évvel ezelőtt megint 2, most pedig 3 fiú készül a jövő héten beiratkozni. És amikor most itt vannak ők és a szeretteik, akkor először is azt kell csöndesen és nagyon határozottan megállapítanunk, hogy ez a puszta tény ima meghallgatás. Így lehetne kérnünk nagy dolgokat is az Úrtól. Különösen azokat, amikre ő biztat. Sőt, csak azt lenne szabad kérnünk. De az sokkal több hittel, makacsul, konokon, álhatatosan. Amit ő megígért, azt ő teljesíti. Ahogy a gyerekek szívébe próbáltam belevésni 2 hete, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon. Mondd el ő valamit, hogy azt ne teljesíteni. Kérjétek az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Miért mondta ezt ő is? Azért, hogy egy ima témával több legyen? Azért, hogy egy csalódással esetleg több éljen minket, hogy kértük és nem adott? Nem. Azért mondta, mert ő kész küldeni. És már itt bekapcsol minket az ő teremtő, megváltó, újjáteremtő munkájába, hogy elkérhetünk tőle olyan áldásokat, amiket csak úgy minden további nélkül, kérés nélkül nem adnak. Kérjétek az aratásnak Urát. Úgy szeretnék most néhány igei gondolatot elmondani, hogy
az, mint ahogy hallani fogjátok, elsősorban ezeknek a fiataloknak szól, de senki ki ne húzza magát az ige üzenete alól és elől, mindannyiunkra érvényes mindaz, ami rá van. Miért határozza el magát vajon 1978-ban egy 18 éves fiatalember, hogy lelki pásztor legyen? Amikor ezt megkérdezték 20 évvel ezelőtt a felvételi vizsgán, semmi értelmeset nem tudtam elmondani. Csak makogtam, hebegtem, habogtam, hogy hát nekem más eszembe se jutott, hát én ezt úgy értettem meg, hogy Isten engem használni akar, de ezeket olyan nagy szavaknak éreztem, és alig mertem kimondani. Ki tudja azt értelmesen megmagyarázni, ami a szív mélyén hangzik, és amit ő is csak utólag konstatál. Miért döntött Lévi úgy, hogy ott hagyja a vámszedő padot, és elmegy Jézus után tanítvány? Azt se tudta, kicsoda Jézus. Azt se tudta, hogy mire hívja előtt ez a názáreti rabbi. Fogalma se volt arról, hogy ő apostol lesz, és mit jelent apostolnak lenni. Nem ő határozta azt el. Beleszólt Krisztus az életébe, és nem volt már mit tenni. Nem lehetett más tenni. Fölkelvén ott hagyott mindent, és követte őt. És jó esetben így történik ez azóta is. Akinek az életében így szól bele az Úr Jézus Krisztus, ott nem az illető határoz, és nem a családi tanács dönti el. Ott tudomásul veszi, rémülten és ijedten az illető maga is, meg megállapítja a család is, ha hívő emberek vannak ott, meg örömmel tudomásul veszi a gyülekezet is, hogy valakit elhívott magának az Úr. És attól kezdve egy feladat van, az az egy, ami megelőzte ezt az elhívást, hogy imádkoznak érte. És mostantól kezdve mi úgy imádkozhatunk ezekért a fiatalokért, hogy most már tudjuk is, hogy kicsodák. Eddig úgy imádkoztunk értük, hogy nem tudjuk, hogy kit fog elhívni az Úr, csak könyörögtünk, hogy küldjön munkásokat az ő altárába. Most már nevük is van. Boldog ember az, aki folytatja ezt a könyörgést, újabb ima meghallgatásokkal fogja majd megpecsételni Isten. De azt nagyon jó tisztán látnunk mindannyiunknak, hogy nem a mi döntéseink vannak az ilyen dolgok mögött. Jézus nagyon világosan mondja a tanítványoknak, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket. Ez szuverén hang az ő, nagyon szelíd hangja van egyébként. Én rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Itt az Isten fia beszél. Nem én szegődök a nyomába. Ő méltat arra engem, hogy nyomorult ki senkit megszólítson, tanítványává, majd munkatársává tegyen. Az Ószövetség nagy prófétája Jeremiás is csak így tudta ezt valahogy utólag megfogalmazni. Rávettél, Uram, és rávétettem. Megargattál engem, és legyőztél. És hiába szeretném, hogy hagyjam abba ezt a foglalkozást, mert mindig nagyon nehéz volt prófétának lenni. Csontjaimba rekesztett tűzez, és nem tehetem. Ő választ ki, és ő szólít meg minket. Nem mi határozzuk ezt el. Így történt ez a ti esetetekben is. Bármennyire úgy tűnik is olykor, hogy valaki erre a döntésre jut, ott van mögötte sok minden. Hívás, küldés, imádság, és végső sok olyan Istennek a szeretete. Amikor azonban elindultok, akkor nagyon jól látnotok azt, hogy teljesen lehetetlen feladatra vállalkoztok. Mert mi a feladata egy lelkipásztornak? Az a feladata, hogy úgy hirdesse Isten igéjét, hogy az emberek azt meghallják, higgyenek neki, és megoldódjék az életük. Üdvösségük legyen. De amilyen világosan meg lehet jelölni a feladatot, annyira világos az, hogy nem tudjuk betölteni ezt a feladatot. Miért nem? Hát Pál, a nagy Pál azért könyörög a gyülekezetnek, hogy imádkozzatok életem, hogy az Úr nyissa meg előttem az ige ajtaját, hogy szólhassam a Krisztus titkát. Be van zárva az ige. Igét kell hirdetnem, de be van csukva az ajtó. Titok előttem is, a Krisztus titka. Azt kell hirdetnem, amit magam sem tudok. Újra és újra rá vagyok utalva, hogy ő kijelentse nekem, hogy a számba adja, hogy legyen mit mondanom. Aztán anélkül is tudok beszélni, de az beszéd, és nem ige. Újra és újra ebben a teljes kiszolgáltatottságban el kell kérni, hogy egy nagyon ide nem ülő szót mondja, ki kell kunyerálni az Úrtól, hogy adja meg megint az igét, mert csak akkor van értelme, hogy összeüljünk és az hangozzék. Egyébként zárva van az ige ajtaja. És zárva van az én sokszor nagyra tartott értelmem is.
Az Emmausi tanítványok kilométereken keresztül hallgatják Jézus igemagyarázatát, és nem értik az egészet. És a végén olvasjuk, hogy akkor megnyitotta az ő értelmüket, hogy értsék az írásokat. Külön meg kell nyitni, mert be van zárva. Korlátolt, nehézkes, nem értjük az ő gondolatait. És nem ismerték föl Jézust. Akkor megnyitotta az ő szemüket, és felismerték őt. És a hallgatók is be vannak zárva az ige előtt, amikor Pál prédikál Filippiben, az Úr megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen azokra, amiket Pál hirdetett. De csak az övét, és csak az Úr tudta megnyitni az övét is. Nem lehetetlen dolog? Minden be van zárva. Be van zárva előttem az ige és titok, mindaddig, míg ki nem jelenti. Be van zárva az értelmem az ige előtt, be van zárva a hallgató szíve a hirdetett ige előtt, be van zárva mindannyiunk szeme, és nem ismerjük föl a jelenlévő és dicsőséges Krisztust. Csak ha ő mindezt megnyitja. De erre ígéretünk van. Ő kész megnyitni az ige ajtaját, kész megnyitni az én értelmemet, akármilyen szerény is az, kész megnyitni a szemeimet, és látó leszek. A prófétát sokszor úgy nevezték, hogy látó. Szellemi látása is van, mennyei látása, a láthatatlanokat is látja, a teljes valóságon tájékozódik, és nem csak annak egy kicsi töredékén, ami látható, közvetlenül érzékelhető, mérhető, megfogható, és megnyitja a hallgató szívét is, ezért van értelme igét hirdetni. És ezért lehetséges az, hogy az ő beszéde lélek és élet. A lélek árad és élet támad, ott, ahol a róla szóló bizonyságtétel hangzik. Teljesen lehetetlen feladat ő nélküle. Jézus nélkül nem érdemes elkezdeni Jézusnak szolgálni. És valami csodálatosan szép szolgálat ő vele. Az ember csodák sorozatát látja. Ezt is megnyitja, azt is megnyitja. Ajtók nyílnak meg. Az ige ajtaja, a szívek ajtaja, sokféle más ajtó is. Mindent csak ő nyithat meg. Egy dolog van, aminek a kinyitását tőlünk várja. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én vele. Ezt Jézus mondja. Amikor ő zörget az én ajtómon, azt az ajtót csak én nyithatom. Utólag rájövök, hogy az sem az én teljesítményem volt, az is az ő kegyelmének a munkája volt. De kell hozzá az én készségem, az én döntésem. Készek vagyunk-e mi igazán ajtót nyitni Jézusnak? Hogy gondoljuk azt, hogy ő nélküle őróla lehet beszélni, hitelesen, erővel? Hogy képzeljük azt, hogy mi magunkból valami igét ki tudunk termelni? Ez egy Isten káromló gondolat. Az ige ajándék, adatik mindig. Annak, aki kész elfogadni, aki kinyitja az ajtót az ige előtt, a testélet ige előtt. Aki az egész életét átadja a testélet igének, Jézus Krisztusnak. Aki mindenestől kiszolgáltatja magát. Lehetetlen enélkül lelkipásztori szolgálatot végezni, de lehetetlen enélkül minőségi, az evangéliumnak megfelelő keresztény életet élni is. Hol tartunk mi ebben a vonatkozásban? Vannak-e ilyen élményeink, hogy tényleg megnyitja az ige ajtaját, az értelmemet, a másik szívét, a szememet, meg sok minden más is. És van-e ilyen élményünk, hogy én megnyitottam előtte, és mostantól kezdve mindennek ő az Ura. A világon mindennek. Így kell nektek, akik most indultok, az egész jövőtöket Jézus kezébe letenni. Mostantól kezdve nincs magánélet, és nincsenek egyéni elképzelések. Mostantól kezdve csak a szolgálat van, és minden annak alárendelve. Hobbi, szerelem, társkeresés, párválasztás, pénzügyek, egészség, időbeosztás, szabadidő, ilyen nem is igen van a szolgálatban, mert az is szolgálat. Minden ennek van alárendelve. Vagy pedig akkor az ember magára van utalva, és foglalkozásként mindent el lehet jutni venni. Ez mindenütt egyedül is így van. Sok mindent mondanak a teológiáról. Én azt mondom nektek, hogy azt higgyétek el, amit majd ott láttok. Van, aki agyba főbe dicséri, van, aki sok valótlan, a rosszat is mond róla. Nem kell botránkozni. Annyira örülök annak, hogy múlt
csütörtökön éppen azt az igét hozta elénk az Úr, mert annyira beleillik ebbe a gondolatmenetbe. Arról volt akkor ugye szó, hogy milyen sokszor így vagyunk, hogy hát éppen ez Anániás gondolta ezt Saulról, hogy hát pont ezt választotta ki az Úr, és ennek kell bizonyságot tenni. Hát éppen ez akar lelkipásztor lenni, ez jelentkezik a teológiára, és ez akar minket tanítani, hogy ez professzor itt. Nem Isten gyermekéhez méltó hang és érzület ez. Nem kell botránkozni, hanem mit kell csinálni? Azt, ami a Debreceni kollégium homlokzatára méteres betűkkel be van vésve, orandó et laborandó. Imádkozz és dolgozz, mégpedig ilyen sorrendben. Imádkozz és dolgozz, ezt kell csinálni. Öt esztendő óriási ajándék a teológia, amit az ember a felkészülésre fordíthat. És felkészülés nélkül nem szokta Isten bedobni a mély vízbe az övéit. Mózes hosszú időn át készült, készítette őt Isten szellemileg a fáraó udvarában, lelkileg a pusztában, míg pásztorkodott, volt ideje meditálni. És amikor kész lett, akkor kapta meg a küldőszót. Ezékiel már ott volt a fogságban, ahova küldte őt az örömhírrel az Úr. És azt olvassuk, hogy egy álló hétig, éjjel és nappal ott ült az ő fogolytársai között, és egy mukkot nem szólt. Pedig már tudta, hogy mi az üzenet. Rá kell arra hangolódni, meg kell őket ismerni, szeretni, hozzá kell idomulni ehhez a szolgálathoz. Még Jézus sem kezdte el minden további nélkül a maga messiási munkáját. Előtte 40 nap és 40 éjjel böjtölt és imádkozott. És Pál apostol a megtérése után 3 évre elvonult és átrendezte a maga egész lelkiségét és szellemi kincsestárát. Erre adatik ez az 5 év, amit ti kaptok, és erre adatnak percek, órák a mi életünkben, amit úgy ajándékképpen kapunk, hogy készüljünk, fölkészüljünk arra, amire Isten használni akar minket. Hadd mondjak néhány számot azért, hogy jobban tudjuk őket és ezt az egész ügyet imádságban hordozni. Egyáltalán nem könnyű helyzetben lesznek ők lelkipásztorok. Egy sor súlyos gonddal küzdenek a mi egyházunk vezetői. Az első ilyen, amit most nagyon időszerű megemlíteni, az egyre súlyosbodó lelkész hiány. A Magyar Református Egyháznak 1162 önálló gyülekezete, anya egyházközsége van. És az 1162 gyülekezetből 222-ben nincs lelkész. És ezek nem egy gyülekezetet jelentenek, mert ezeknek vannak fiók egyházközségeik, meg szolgálnyaik. Ez 222 körzet. Két teológiánk van Budapesten és Debrecenben. Átlagosan 15-en végeznek egyik-egyik teológián. Tehát évente 30-an kerülnek ki a szolgálatba. Ennek egy harmada lány, akiket a villányi törvények szerint még nem lehet megválasztani önálló lelkésznek. Tehát évente 20 olyan fiatal lelkész kerül ki a teológiára, akik kerülhetnek gyülekezetbe önálló szolgálati körre. 11 esztendő kellene ahhoz, hogy bepótoljuk a mostani hiányt. De ez a hiány nem ekkora lesz 11 esztendő múlva, ha csak valami nem történik, és Isten nem hív el még többeket. Már csak azért sem ekkora lesz, hanem sokkal nagyobb, mert a 927 lelkész közül 356-an 60 éven felüliek. A lelkészipar egyharmada 60 éven felüli. És ez nagyon nagy százalék. Hogy próbálnak ezen segíteni püspökeink, esperseink? Úgyhogy bokrosítanak. Úgyhogy az erőtlen kisebb gyülekezeteket oda csatolják egy másikhoz. Ha onnan meghalt a lelkész, vagy nyugdíjba ment, vagy kénytelenek áthelyezni olyan helyre, ahol több munka van, akkor oda csapják hozzá. Így jönnek létre akkor a körzetek, mint Szabó Miskály, akit mindjárt ismerünk, hogy 18 gyülekezetet kellene pásztorolnia. Ki bírja azt, és hogy lehet azt? Amikor tavaly ott szolgáltam náluk egy evangelizációs héten, azt mondta, hogy a legnagyobb gondja, ami nyomasztja az, hogy a vasárnapot végig rohanja. Másfél óránként vannak istentiszteletek, nem lehet a lelkésztel soha beszélgetni. Mert itt végzett, amott már kezdenek harangozni. Tehát ez nyilván nem megoldás. Akkor mit lehet még csinálni? Lehet csinálni azt, hogy harmadév végén kihelyezik a teológusokat, úgynevezett ex-missusnak, attól kezdve rádobnak a nyakára egy ilyen gyülekezeti körzetet, csináljon, amit tud. Ami megint nem megoldás. Olyanok, mint a koraszülött, aki nem biztos, hogy életképes. És egy csomó torzulással járhat azután ez.
sokszor egész a tragédiákig. Kihelyeznek egy 20-21 éves kislányt valahova, ráverik az ablakot ott éjszaka, teljesen ki van szolgáltatva mindennek, mindenkinek, és ráadásul még nem is végezhet minden szolgálatot, mert a lányok nem végezhetnek sákramentális szolgálatot. Egy csomó megoldatlan és megoldhatatlan kérdés, amik egyre jobban nyomasztanak minket. Ezt most úgy is mondom, hogy annál inkább adjunk hálát Istennek, hogy az idén újra elhívott némelyeket közülünk, és annál buzgóbban könyörögjünk azokért a gyülekezetekért, amelyek a szó szoros értelmében is pásztor nélkül való nyája. Egy másik probléma az, amikor nem csak pásztor nincs már, de nyáj sincsen, mert elköltöznek. Baranya, Vaszala, Apaúj tele van elnéptelenedett falvakkal. Ott áll a falu főterén még ma is egy templom, amely templomban hónapokon át nem lehet Isten tiszteletet tartani, mert nincs, aki jöjjön. Mit csináljunk azokkal a templomokkal? Valaki egyszer megkockáztatta a gondolatot, hogy most még el lehetne adni. Rettenetes vétek, mondták. És az nem rettenetes vétek, hogy fontosabb céltól, missziói céloktól veszik el a százezereket, hogy legalább a tető ne állzon be, ne menjen tönkre a templom, amelyikben egész évben nincs Isten tisztelet. Mert nincsenek már ott, hanem hol vannak az emberek? Elköltöztek ide-oda, ahoda, ahol meg nincs templom. Nőnek ki a földből egymás után a több tízezereket befogadó lakótelepek, és ki tudja hány kilométerre van a legközelebbi templom. És egyházközség, amelyikben addig is megvolt éppen eléggé a munka, meg minden, és nem jön oda újabb segítség, csak jöttek sokan, pásztor nélkül való juhok. Ki lesz a pásztoruk? És hol gyülekeznek össze? És hova szélet szép az a nyáj, amelyik pár évvel azelőtt még nyáj volt? És ma megfoghatatlan, és sehol sincs. Bizony nagyon súlyos gondok ezek, és nem azért mondom, hogy a fejünket csóváljuk, hanem azért, hogy nehezedjenek ránk ezek, és hordozzuk imádságban azzal a reménységgel, hogy meghallgattatnak a mi imádságaink. És ilyen helyzetben valóban mélyen hívő, jól képzett, az életüket egészen odaadott lelki pásztorokra van szükség. Csak ilyenek tudják előre vinni az evangéliumnak az ügyét. Arra gondoltunk, hogy akik ma itt vannak a mi teológusaink közül, kapjanak egy igét útra valóul, egy olyan igét, amelyik összefoglalja ezeket a legfontosabb üzeneteket. Szabad ezt nyitni közben, mert nagyon jó mindenki is. Pál apostol írja ezt egyik munkatársának, Archippusnak: vigyázz a szolgálatra, amelyikre vállalkoztál az Úrban, hogy az betöltsd. Így hangzik az ige: vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy az betöltsd. Néhány kérdésen gondolkozzunk el ezzel kapcsolatban, és ezt most tényleg különösen azoknak címzem, akik indulnak a fölkészülésre. Csak ugyan vállalkoztatok-e ti erre a szolgálatra? Mert az első lépést Isten teszi meg. Ő hív el, ő erősít meg a meghívásban, ő hozza létre a döntést bennünk, de utána ezt el kell fogadni. Egy életre szólóan, visszavonhatatlanul, akármivel jár is az. Végig gondoltátok-e, hogy mi mindennel járhat? Mennyi ideg munkával, milyen kevés kényelemmel, esetleg milyen kevés jövedelemmel? Fontosak-e ezek, vagy a szolgálata fontos, amire vállalkoztatok? És így mindenestül, ha kell, mindennek ellenére is vállaljátok-e? A másik, amit el kell gondolkozni, hogy ez szolgálat. Tehát nem szereplés, mint ahogy sokan gondolják. Tehát nem karrier, végképp nem karrier. Nem uralkodás, nem én szabom meg, hogy mi tetszik, mi nem, hova vagyok hajlandó elmenni szolgálni, hova nem, milyen körülmények között vállalom, milyen körülmények között nem. Ez szolgálat, ami azt jelenti, hogy ugyanaz, amit az Úr Jézus vállalt. Aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Tudjátok-e, hogy szolgálat, és vállaljátok-e így is? Úgyhogy mindent ennek rendeltek alá. A világon mindent, ami egy ember életében lehet. Minden szolgálat szempontúan értékeltek és érzékeltek. Aki vállalkozik erre a szolgálatra, annak a számára Isten ügye egészen a saját ügyévé, saját szív ügyévé lett,
és az az ember a szó igaz értelmében egy ügyű emberré vált. Aki nem képes egy ügyű emberré válni, mint lelki pásztor, az soha nem lesz pásztor. Az lelkészkedhet, paposkodhat, de nem lesz pásztor. Ez azt jelenti, hogy még egy filmet is szolgálat szempontúan néz meg az ember. Mit használhatok ezzel azoknak, akiket rám bízott az Úr? És nincs magánélet, és nincs privát idő, és nincsenek kívánságok. A legnagyobb öröm az, ha használ engem az én Uram. A harmadik az, amit itt Alkipusznak mondtál, hogy az betöltsd. Vigyázz a szolgálatra, hogy az betöltsd. Nem azt mondja, hogy vigyázz Alkipusz, hogy nagyobb botrányokat ne csinálj. Vagy ha csinálsz, akkor ügyesen leplezd. Nem azt mondja, hogy vigyázz, hogy úgy, ahogy elmenjen a dolog. Azt mondja, hogy az betöltsd. És itt az a szó van, amiből a Biblia szövegében a tökéletes, a teljes szó is származik. Hogy az tökéletes legyen, hogy magadat tökéletesen alárendeld a szolgálatnak és a szolgálat urának, és teljesen elvégezd azt, amit rád víz. Ki képes erre? Ezt is megmondja. Vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy az betöltsd. Egyedül vállalkozni sem, mert egyedül fogalmam sincs arról, hogy mi az, hogy szolgálat, mert ezt csak tőle tanulhatom meg, és egyedül végképp nem fogom tudni betölteni, soha. De az Úrban, ott mindez lehetséges. És így válik valaki Isten munkatársává. Az ő feladatuk tehát az, hogy imádkozzanak és dolgozzanak, és így készüljenek. A miénk pedig az, hogy imádkozzunk értük, és szolgáljunk, dolgozzunk mi is a magunk helyén, a magunk módján, azokat pásztorolva, akiket Isten elsősorban mire jelentkezett. Ezzel az igével és ezekkel a gondolatokkal hadd indítsuk el őket a tanulmányaikra, illetve erősítsük meg azokat a további felkészülésben, akik már a közepe táján, meg a vége felé járnak. És mivel ilyen kedves és fontos alkalom ez, én annak tekintem, legalább is, hadd javasoljam azt, hogy a szokástól eltérően csöndesedjünk el most néhány percre, és akik Isten lelke arra indít, röviden, néhány szóval, hangosan, úgyhogy mindjárt ámment mondhassunk rá, könyörögjünk értük, és könyörögjünk ezért az ügyért, amiről most szó volt. Imádkozzunk.
gondolom, hogy embernek még benne az olyan tudott de mindent megfelelkedett, az ő vezest kézen fogva, és áld meg engem, hogy hűséges pásztorok lehessenek, hűségesen készülhessenek a szolgálatra, és te légy az ő erős és biztos menedék, és vezérez őket a felutatban végig. Ami magunkban is hangos szóval elmondott imádságainkat egyaránt érted, és feljebb, mint ahogy hiszük és elgondoljuk, meghallgatod. Könyörgünk hozzád most együtt is az ének szavaival, külútra hírnöki csapatját, és adj erőt onnan fölül nekik, hogy veszni a pogányt se hagyják, és szerte üzzék sátán seregét. Országot jöjjön el minél elébb, hirdetve szent neved dicséretét. Amen. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország.